Szevasztok! Akinek még a csapata nem került sorra, az most sorra kerül, akkor maradék mérkőzések. Nem siettem ezen az Arizona Cincinnati-vel, mert aránylag korán lejátszották ugyan, de tudtam, hogy Burrow nincs, és a keretben meg amúgy sincs olyan fiatal irányító sem, aki miatt nagyon érre kívánkozna ez a párosítás. Ráadásul ugye a kezdők nem szerepeltek, ezt már csak utólag tudtam meg, mert annak azért nem olvasok utána. Tehát mekkora mákos már ez a Bengals? Mert ugye Burrownak a vakbelével volt valami problémája, és hogy hát az jön, akkor kihagyás értelemszerűen, és ez ugye bármikor megtörténhet. Hát milyen jó, hogy nem a szezon közben. Most így gondolj bele, így a semmiből hirtelen egy 5 hétre azt mondaná Burrow, hogy figyelj, most akkor nem jövök. De hát így, hogy a preszezonban, ó, hát milyen jó dolog, ugye. Úgyhogy ő nem játszik, meg szupersztár játékosok közül is csak egy játszik, a kicker. Hát neki muszáj. Cardinals hasonlóképpen áll hozzá, úgyhogy magas színvonalú meccsre van kilátás. Max Sorley az első, aki kijön a pályára az irányítók közül, ő a Cardsban van, még mielőtt. Ugye ez a meccs is olyan, mint a Pittsburgh Seattle, hogy hogy kerültetek ti oda, tehát közelebb nem volt edzőpartner. Na hát nem lesz túlságosan tanulságos meccs, azt látjuk, mert Max Sorley-nak a passzaiból mit lehet leszűrni. Nem sokat, akkor mit tudunk csinálni? Hát nézzük a gárdokat. Vagy a Cardinalsban, hát az mondjuk offense tekintve, az ugye kérdés, hogy hát ki az, aki beépül, itt van Hernandez, vagy érted a Josh Jones, vagy valaki, fenn vannak a pályán, úgyhogy hát nagyon közelről nézegetjük, mit csinál a gárd. De közben Isabella lefutja a védőt, kontaktál vele a védő, zászló érkezik 25-ösre, nagyon gyorsan kétszer célba vette őt Max Sorley. Irányítóra quarterback draw futás, hát az a playbooknak a része, Kingsbury behívja, hát nem a Kylerrel, tök mindegy, lényeg az, hogy rendszer szinten működik. Még a Colt McCoy-jal is. Ha ott Colt McCoy, hát akkor a jégszer ő se áll be. Csere irányítót is pihentetni kell, hát nekem ez a kedvencem ugye, Teddy óta. Golvonal, rollout, ott a passzjáték Bacelliának. Touchdown. Vagy Bacella, lehet, hogy az I betűt nem ejtik valamiért. Minden esetre a Empoli-ból igazolt wide receiver megszerzi a vezetést. Séma a legfontosabb, ugye. Cardinals kijön Z sorra, de hát Cliffnek működik a séma, akárkit beilleszthetsz, és akkor így, hát akár Serie A-ban tudna edzősködni. Lehet, hogy majd még sor kerül rá. Extra pont mellé, Matt Prater. Remélem nem látta Kingsbury, mert megszakad a szíve. Bár ő az extra pontokat nem annyira szereti, field goalt azt szereti, hát itt majd élete lesz, csak az a baj, hogy a másik csapatban van az, akire így majd felfigyel. Chris Evans 60 yardos futás a Bengalsban, nem érvényes holding miatt. Első és 18. Brandon Allen megtalálja Trent Taylort, hát nem számít neki, hogy nagy távolságért, de már több mérkőzésen is kezdő irányító volt. Brandon higgadtan passzol, de azért ezt a félelmetes Cardinals pass rush-t, ezt nem lehet megtartani. Jön Dimukidze, és Dimukidze elkapja az irányítót, hát persze, hát olyan pass rush rotáció van itt, sok hasonló képességűvel, hát képtelenség mit csinálni velük, főleg egy Bengals OL. Adeniji holdinggal jelentkezik. Hát az én hoznék már valakit helyette, mit gondoltok Bengals? Tavaly hogy sikerült a szezon vége? Állítólag hoztak? Ja, jó, csak ők nem játszanak. Helyettük játszanak azok, akik maradtak tavalyról. Pont. Hát ezek a tavalyiak nem fogják fenntartani a Dimukedzsét, vagy úgy akárkit, ugye? Alászalad egy cornerback az indításnak, hát már jó. Dortch. Eredményes játék. Cardinals elkapója Dortch. Ő is befér a gyerekmedencébe. Már bocsánat, hogy ezzel kell jönnöm, de aránylag könnyen megvannak ott Arizonában, mert egyet nagy gumit felfújnak, és akkor tudják nézni a fiúk. A Dortch is valószínűleg ott elpacsálna a többiekkel, illik a sorba. Ward elkapás, Jonathan Ward. Hát akkor amatőr vagyok, annyit írtam csak, hogy J.Ward, hát az akárki lehet, érted? A Jimmy-től kezdve a Jahadon át, de Jonathan Ward elkapás, amúgy running back-et játszik, meg special teamer. Iramodik előre, hát micsoda elkapása volt, emlékeztek tavaly Cowboys ellen, fake puntból. Melyik fake puntot lehet elfelejteni? Hát nem a Jonathan Wardét, aki megfogta az ember fejével együtt.
Ott is a poszterre került a Nation Right, hogy visszaemlékezzünk az előző adásra, Dallas meccs. Megint quarterback draw. Hát figyelj, ami működik, az működik. Zach Carter elkapja. Zach Carter ugye hát Floridában játszott, hízott. Nem tudtuk kitalálni, hogy most akkor te mi akarsz játszani, edge vagy defense tackle. Most úgy látom, hogy inkább akkor belülre próbálkozik. De a quarterback draw-ba bemondták vörös zónába, úgyhogy már csak ott ügyeskedik a Carter. Célterületre egy löket Dex Hill felé támadó elüti. Tehát ugye Dex Hill a Bengalsba játszik free safety-t, mert ugye a Bates hisztizik, pénzt akar, az nem kapsz. Úgyhogy Dex Hill játszik helyette free safety-t, neki irányítaná az irányító a passzát, de támadó játékos megakadályozza az interception. Úgyhogy csak field goal lesz, 9-0. Egyre inkább úgy vagyok vele, hogy ez a Bengals jól csinálja, hogy a Jesse Batesnek nem ad pénzt, mert nagyon kell majd a Burrow-nak a rekord, meg a Jamar-nak a rekord, úgyhogy... Sajnos nem lehet eladósodni, meg ilyen ornehéz szerződés, meg úgyse írna alá Jesse. Úgyhogy kivárnak. Na, Browning jön a pályára, általában Brandon Allen megsérült. Úgyhogy nagyon nagy baj van. Csere irányító fenomén Brandon. Lehet-e másolni ezt a teljesítményt, amit ő tud? Na, nézzük Browningot. Ő se egy ügyes fiú, úgyhogy nehezet kérünk. Rashad Lawrence szerel egy futót mínusz 5 yardon. Ahogy megmondom neked, hogy a Browningot szívesebben nézem, mert a Brandon Allent, mert életemben én úgy gondolom, hogy eleget láttam Brandon Allenből. Lehet a Browningból is, de az legalább ilyen frissebb élmény, kevesebbet kaptam még aztán. Legalább nem ugyanazt látjuk, mint a tét nélküli utolsó fordulóban a Brandon Allennel. Már bocsánat a családtagoktól. Trent Taylor ismét a secondary-nek a vonalába kerül, és Marco Wilson szabálytalanul sem tudja megállítani. Hát Marco Wilson ez kezdőjátékos, meg a Rashad Lawrence is. De vannak itt kezdőjátékosok. Talán még az Evan Collins-t is láttam, de arra nem esküszöm meg. Szóval itt a Cardinalsban, hogyha nagyon figyelsz, egy-két kezdőjátékost azért találsz. 31 yardot engedélyezett Marco, hogyha egyáltalán neki lehet ezt beírni. Hát ott lesz baj corner poszton elvileg. De hát a defense koordinátor nagyon keni, úgyhogy nem lesz. Kikergetik aztán a Browningot a szélre, de még azért eldobja, van mersze, az még 23 yard. Kendrick Pryor nevű embernek, Wisconsinból jövő UDFA játékos, elkapó, hype-olták, meg keresték is a labdával, hát elkapó vagy, Cincinnati-be írsz alá, hogy ebbe most bekerülök ebbe a csapatba. Vannak azért jobb esélyei, de Pryor azt mondta, hogy szereti a kihívásokat, vagy sehova máshova nem hívták. Chris Evans befut, az se érvényes, nem adták meg neki a 60 yardos futását, aztán nem adják meg neki a touchdownját sem, mind a kettő holding, mind a kettő Tadeusz Moss részéről. Tadeusz öreg, hát így még apád is blokkolna, lehet, hogy most öltönybe oda menne, azért egy holdingra jó lenne. Te meg ott mit csinálsz? Legyen akkor field goal. McSorley. Kis meggyőződéssel elhaigálja a labdákat, ha nincs más. Tehát úgy van vele, hogy figyelj, majd itt vagyok, jöjjön ki a kezemből, de hát nem nagyon hiszi el, hogy ez majd emberhez megy. Végül is, ha más nincs, akkor ugorjál érte. Úgy van vele a csapattársaival. Nem egy konzervatív megoldás, de hát nem is jó. Ez most úgy sikerül, hogy 3-ból 1 ilyen előrehányt labda összejön, 6 yard ér. Az mit ér? Pantot. Andy Lee, barátunk, hát 30 yardos panttal jelentkezik. Napokban múlt 40 éves Andy Lee, 2004-es drafton választották ki 6. körben. Úgyhogy ő tényleg az a szint, amit egyik nap rámondtam a Daltonra tévesen. Irvin megidézi a tavalyit. Tavaly nagyon jól ment a Bengals. Van, aki azt mondja playoffban, szerintem preseasonban még jobbak voltak. És hát ennek az egyik letéteményese volt ennek a sikernek, ez az Irvin. Most fog egy labdát, utána semmi. Sok egyéb siker nincs egyébként, tehát ez más csapat ez a mostani Bengals. De Evan McPherson itt van, azt mondja, ő elvállalja innen a mezőnygolt. Nem lehet lemérni, annyira messze van. Tehát van olyan táv, hogy a rekord, 50, ilyesmi, és akkor NFL rekord lenne, és van az elképzelhetetlen távolság. Azt mondja, hogy innen azért be lehet rúgni. Jön Evan, bevágja nyilván. 6-9.
hogy ahonnan elrúgja, onnan nem is látszódik a kapu. Tehát ott látszódik, ilyen hegyek vannak, meg fák, és akkor utána van valahol a kapu, belerúgja McPherson. Ez állítólag fontos. 6-9, mondtam már, mennyi az állás? Azért írod. McSorley, pontatlan tossz. Ahogy hát, konkrétan melletted áll a running back, de feje fölé dobod. Hát többet kellene gyakorolni edzésen. Biztos, hogy Kyler elveszi a munkát. Na majd utána a falba passzol. Mondják is, hogy milyen jó játékos ez az Zach Carter. Ugye, hasba dobták, és ezáltal van egy deflekciója, de milyen jó helyezkedik. 3. és 11. Sikerül. Igaz, hogy kerekítve, fölfelé, de ha mindegy, megadják. Következő hasonlónál már azért észnél van Dexton Hill, és elüti a manust. Meg egyébként a labdát is, ha már arra van. Pont. Browning próbálná átvenni a snappet, hát általában így indulnak a playek, de elgurul. Merre gurul ilyenkor, mindig az a kérdés, hát a védők fele gurul a snap. Megszerzi az Arizona. Ellenfél 21-esén, ez jó volt. Victor Bolden kap labdát, majd kap egy ütést, meg még egyet, de kihordja, nála marad a labda, megy, az egyesen szerelik. Onnan beviszi a touchdown-t a Jonathan Ward. Chris Evans, egészen kiváló kickoff return, hát hasonlóan fontos ugye itt a futóknál, hogy hát mennyire tudsz visszahordani kirúgást, mennyire tudsz touchdown-t szerezni az egyesről, hasonló mértékben esik bele a döntésbe, hogy bennmaradsz a keretbe vagy nem. Nagy eszű Luketa, jaj te, csúszó irányítót hátulról sisakon üti. Itt vannak különböző részei ennek, ami nem szabályos, összeadod, akkor se szabályos. Úgyhogy Luketa ezt megteszi, majd utána reklamál, hogyha mi van Szbori. Ugye? Hát ő nem tudta, hogy ezt nem ér, akkor viszont mehet. 7. körbe választották ki, nem tudom miért. Special teamben jó lesz. Josh Jackson, pass breakup. Beleüt a labdába a cornerback, hát ő híres. Volt videója a csatornán Josh Jacksonnak. Nem sokkal később leigazolta az Arizona. Most beleüt. Field goal a B betűből rúgja Evan McPherson. Tudjátok miért van ott a B betű közepén? Nem azért, mert bengáz, azért, mert onnan berúgja McPherson, és hát tényleg 9-16 az állás. Hogyha az ellenfél rúgja, akkor az probléma, mert hát ugyanúgy B betű van ott, de erre nem gondoltak. Sejkovic elkapással megyünk tovább. Halljátok, a 3. osztrák, akiről beszélek a preszezonban, mert volt ugye a Sandro Platzglummer, volt Bernard Raimann, aki nálunk van és kiváló, meg itt van Sejkovic. Hát az ott, az ennyi osztrák, talán még amerikaiból sincs annyi a pályán, mint ezekből. Azokat lehet, hogy az AFL meccseken kellene keresni. Jeffrey Gunter rátör McSorleynak az életére. Egész jól megy ez a Gunter. Most draftolták 7. körbe. Volt korábban ugye Paul Gunter a Bengalsban, hát reméljük, hogy ez szebben ér véget majd ez a történet. De hát amikor nem gyakorol nyomást, akkor is nagyon szépen gyorsan el tud jönni a line of scrimmage-ről. Hát van, aki csak ezt figyeli, én. És az elsőnél még csak belefordul a szegbe McSorley, tehát próbálna fellépni, végülis védővel találkozik. De másodikra kijön a bolyból, és előre lövi Isabellának messzire, McSorley. Na, ez király volt. Ez a play, amit bemutatott Trace McSorley. Csak az a baj, hogy van egy-egy ilyen play, meg olykor meg a bíróknak indítja a labdát, és hát mindegy, hogy melyiknek, egyik se fogja meg. És látszólag meg más nincs is a térképen, aki meg lehetett volna játszani. Szóval vannak villanások, meg sok rossz játék. 15 yardos scrambling, hát az például a jó közé számít McSorley-tól, az egyesre viszi, onnan menetrendszerűen Jonathan Ward, touchdown. 23-9, 90 másodperc maradt, hát gondold azt, majd kihasználják meg a végén pontok a fenét. Dimukedje jön, strip sack, pattog a labda, marad a gazdájánál, úgyhogy el tudják pantolni. Cserélnek. Most akkor a McSorley-t vágják fejbe. Előbb a Browningot, most akkor McSorley, összegyurmázzák, szünet. Pryor talál egy labdát a forgalomban, ahogy azt már megbeszéltük, ő a Bengalsnak az UDFA elkapója, de már túl sokat mentek hátrafele korábban, úgyhogy ez hiába, ez egy three and outnak a vége. Dortch
visszahordását tátott szájjal nézzük, 25-ösen tudják csak felborítani nagy nehezen. Garantano jön a pályára, a negyedik irányítója az Arizonának. Halljátok, ez a Jared Garantano nem került be, szerény személyem, top 100-as irányító listájára, de még a megemlítendők közé sem, mert hát őt nem draftolták, de leigazolta is a Cards. Halljátok, ez a Jared Garantano. Tennessee-be kezdett játszani, aztán átment a Washington State-be, megsérült két meccs után. Csávó. Egyetemi karrierje alatt 43 meccset játszott, quarterback, és 39 touchdown-t passzolt. Kevesebb TD, mint meccs. Hogy alapvetően, hogyha meccsenként csinálsz mondjuk egy touchdown-t, nem igen nyertek. Tehát azért ennyit tudok segíteni, de ő annyit sem csinált. Ha hozzáadjuk a futott touchdown-okat, mert várjál, volt neki 5 futott. Akkor viszont 43 meccs, 44 touchdown. Hát ezzel felhívta magára a figyelmet. Azt mondta Cliff Kingsbury, ez a csáv, hogy azonnal jöjjön. Jó. Fölépítése nem rossz. Azt mondjuk elismerem. Tud mozogni? Hát elvileg tud, de ez a pálya nem látszódott eddig az egyetemen. Ha erősed dob biztos. Garantano, hallod? Soha nem jöttem volna rá ezt a csávot, ezt mi a fenének akarják elvinni, de itt van. Kionte Ingram segít rajta. Egyrészt futalabdával Ingram, illetve hogyha neki dobják, azt megfogja. 31-es számú Kirklin. Ő egy wide receiver, touchdown-t jegyez. Régebben volt a Christian Kirk, helyette van Kirklin. Ugye, nem baszik ki velük a Jaguars. Közelről megfogja a touchdown-t, 30 vonal, 9 az állás. Garantano itt van, TD. Ha na, majdnem annyi touchdown-od van, mint az egyetemen. Hát már nem sok kell. Tadeusz Most ütés közben eltalálja Browning, majd hogy az irányítót ütik és úgy dobja. Azért tudta eltalálni, mert üresen volt a Tadeusz Most. Bezzeg a Pryor nincs üresen. Rá kettő védő figyel, de hát így is megpróbálja Browning, hogy a hát, ha megcsinálod. Kár volt megpróbálni, pont. Garantano menekül, 10 yardot menekül előre, látod? Rejtett atléta. Ingram átrágja magát egy-két védőn, előtte azért vannak védők, de hát így is lehet menni. Karrierje ezen pontján kit választanál? Futtatnod kellene a labdát, Kionte Ingram vagy Mark Ingram? Nem csinálok szavazást, mert nincs értelme. Yelder nevű tight end, az aki first down szerez, hát neki még nem volt. Ugye, de már mindenkinek van first down-ja, touchdown-ja, Yelder, neked még nem volt, sőt egyik tight endnek se volt, csak a Sejkovicsnak. Nak is csak elkapása, hát akkor legyen ez. Osztálykülönbség van a csapatok között, az az igazság, touchdown beviszi Kionte Ingram a földön. 36 pont az Arizonának, marha soká lesz még vége ennek a meccsnek, és kijönnek C kerettel, 36 pontot beírnak. Visszakerestem utoljára 2016-ban, volt olyan, hogy a Cards fölírt 38 pontot barátságos meccsen. Mert arról már kevesen mesélnének ebből a keretből, hogy az hogy volt. Browningot újra hátba vágják, pattog a labda, csak nem, újabb stripszek, marad a Cincinnati-nél. Ezek nem kerülnek be a jegyzőkönyvbe, mert hát maradt nálunk öreg, jó fogta. 3. és 16, holding. Jó, akkor ez a drive is készen van. Cardinals is átenged egy védőt, aki elég mélyre tolja az irányítót hátrafele, úgyhogy a célterületről pantolják vissza pintjek. Jacques Patrick visszatért a Bengalsban, hát ő is olyan, hogy tavalyi sikercsapatnak az ásza volt a preszezonban, Patrick aztán elvitt a Niners, most visszajött, a héten igazolták újra, és úgy látom nem lett rosszabb, mert elindul running back helyéről, elkapásba akarja bevonni a Browning, 35 yardos elkapás megvan. Majd kivágják így is úgy is, szóval felesleges izgalomba jönni, de ezen a szinten jó játékos. Alapszakaszban meg, hát ott nem használják úgyse running back. Browning, hatalmas menekülés, te, őrület! Jönnek érte, megforgatja, backfielden leír egy S betűt, és aztán előrefele indul. Hát ha Browning bekerülne az 53-ba, küldeni neki Mayfield a meghívót, hogy figyelj, ennél rejtettebb atléta nem is lehet elképzelni, annyira rejtett, de elszaladt előre. Jake Browning. Touchdown-t nagy nehezen beviszi a Jacques Patrick. Úgyhogy 16-36, hát mennyivel jobban néz ki ez az állás. Én osztály különbség a fenét. Arizona már nem tesz hozzá. Úgyhogy pont. Puka. A punt returner. Bubu. De kipattog oldalt a labda. Utána ki is vágták Puka Williams-et, hogy figyelj már Puka, te miért vagy itt?
Hát én alacsony vagyok, visszahordó vagyok. Ja, megbírod fogni? Hát nem. Nem. Elpattog tőled. El. Futó tudsz játszani? Nem, kicsi vagyok. Elkapott tudsz játszani? Nem, szar a kezem. Akkor minek vagy itt? Special teambe. Special teambe mit csináltál? Elhagytam a labdát. Na menj innen a picsába. Úgyhogy 90-ről aránylag könnyű 85-re szűkíteni. 5 perc van hátra, bejön egy Drew Plitt nevű ember. Eredetileg nem akarta őt senki leigazolni a világon, de ugye Burrow-nak, amikor bedurrant a vak bele, akkor valaki kellett dobálni a kembe. Végülis ez a Drew Plitt lett az. Ball State-re járt, és tryout-okon vett részt a draft után. Senki nem mondta neki, hogy maradjon. De hát itt júliusban azt mondták, hogy gyere már, mert kevesen vagyunk, Drew. Úgyhogy lehető legkevesebb pénzt neked kell adni, ez Cincinnati-ben fontos. Úgyhogy leszerződtették. Megnéztem, halljátok, több touchdownja volt az egyetemen, mint ahány meccse. Úgyhogy itt a Garantano méteren hát abszolút kilő az értéke Drew Plittnek, de biztos, hogy egy kisebb gyerek. Na ha már itt van, feldobja, hát most mit csináljon, lehet élete utolsó meccse. Pryor leszedi egy kézzel a távolban. Így. Borders mellette van poster. Borders-t kivágták a mérkőzés után. Még ő is olyan volt, hogy ilyen fekete ló, hogy esetleg bekerül a kezdőcsapatba, mert hát ő már volt kezdő, Titans-be, Jaguars-ba, nem is akármilyen helyeken, de hát itt nem leszel az öreg. Most mit tud csinálni, érted, az ember leszedi egy kézzel a labdát 3 méter magasról. Egyébként Plitt 6-ból 6. Jó passz, ennyi volt neki karrier, és egy touchdown a végén. Pryor ismét az, aki célba vett, 25-ről lefutott a Borders touch. Na Borders, akkor ezért vágunk ki. Nem azért, mert elkapta az előbb egy kézzel. Ja, jó, így fair. Cut. Úgyhogy ő is segített. Hát Plitt megcsinálta. Kikaptak ugyan, de egy drive, tökéletes munka és TD. Vége a mérkőzésnek. Én azt gondolom, jobb, hogyha siet vissza Joe Burrow. Mert hát ennyi alapján ez a Drew Plitt egy kihívást jelent. Úgyhogy nagyon-nagyon megoszlik most Cincinnati lakosság, hogy most akkor Burrow maradjon a kezdő, ugye mégiscsak Super Bowl-ba vitt, vagy itt van ez a Drew, hogy hívják, Plitt, vagy akkor most ő legyen? Neki azért még nem kéne szerződést adni, hát most ilyen nagy dráma van a Bengalsnál. Ti melyik táborban vagytok? Los Angeles városi derbivel megyünk tovább, ugye két olyan franchise, amelyik akkor se játszatná a kezdőket, hogyha pénzt kapnának érte. Úgyhogy tehetséggondozási szempontból érdekes mérkőzés egyébként, meg kevés információt lehet leszűrni a csapatoknak az erejéből. Bezzeg a többi meccsen, ugye? Hát abból rengeteget le lehetett szűrni, de itt most nem. Chase Daniel-t látjuk először, tehát a Chargers támad. Ugye hát a komplet stadion sárga-kékbe öltözik, akárkinek szurkolsz, elvileg Chargers pálya választással fociznak, de hát nem azért kezdenek ők, mindegy. Zion Johnson-t látom a falban, tehát right guardként ő ott van, mert hát pihentetni akarja a kezdőket nyilván Staley is, de hát ő még soha nem focizott az NFL-ben, úgyhogy a muszáj, hogy bemenjél. Aki még érdekes a falban, az Pipkins, aki ugye jobb tekülként gyakorol, ez nekem azt jelenti, hogy ugye Norton tartja kezdőhelyét, aki nem ügyes, de hát Pipkins se ügyes, ez a felhozatal. Sawyer pedig ballgárdként fut ki. Egyesek kedvelték őt a draft procedúra alatt, én nem annyira, de ott, ahol elvitték, már belefér. Szóval ezek az arcok vannak többek között, ugye Chase Daniel előtt. Josh Palmer egy elejtett labdával jelentkezik. Ugye harmadik számú wide receiver is olyan a Chargers-ben, hogy oda lehet kerülni, és játszanak. Ellenen és Williamsen kívül a többiek. Daniel kidobja a szegből emberhez. Guyton first down tud szerezni, ez volt az első bravúros játék a mérkőzésen. Lesz sok egyébként. Kelly és Roundtree hamarabb mennek föl a pályára, ami a running back rotációt illeti, mint a szintén nagyon hype-os Isaiah Spiller. Úgyhogy ki kell várnia a sorát. Nem robbantja ránk az ajtót Isaiah. Szélső cornerback poszton, ami a Ramset illeti, hát ott is azért ott, fogjuk a fejünket, hogy hogy is fog ez pontosan kinézni. Ezen a meccsen Rochelle szerepel az egyik szélen, van neki egy leütött passza itt az első drive-ban, és Kendrick a másik oldalon.
Szóval nyilván David Long az, aki a kezdőkkel készül, és ő az, aki ugye Darius Williamsnek a helyére legnagyobb eséllyel fog majd beépülni a szezon elején. De hát itt azért valaki jól megy, akkor nyilván felhívja a figyelmet magára. Én a Kendricket azért megfuttatnám, így hogy a 40 yardon 5 másodpercet fut, mint cornerback, de erre nem kerül sor. Danielnek a karja adott hozzá, tehát nem azért nem dobja meg Daniel, Chase Daniel öreg lenne, aztán nem tudna dobni, hát de hogy ne tudna. Másik irányba meglendíti, Joe Reed elrohan, 41-ről bomba, touchdown. Nem tisztelték Chase Danielnek a karerősségét, öreg. Hát behányt a védelem mögé kegyetlenül, touch. Még mindig tudja, még mindig jár neki a pénz. A Ramsnél megint Bryce Perkins-t fogjuk nézni, ő ugye a harmadik számú irányítójuk, tavaly is végig fociszta komplett preszezon, és hát szerintem idén is végig fogja, ami azért érdekes, mert nincs Wolford. Mert Wolford ugye tavaly sérült volt, most még mindig sérült, vagy mi van? Tehát miért kell őt annyira őrizgetni? Őszintén kérdezem. De mindegy, eleget edz valószínűleg a fiúkkal, amikor edzés van. Főleg most, hogy Staffordnak rossz a könyöke. Azt hallottátok? Mondják, hogy meggyógyult. Érdekes dolgok vannak ott, mert ugye Staffordnak volt egy könyök sérülése, amire állítólag legjobb gyógymód az orvosok szerint az, hogyha pihenteti, hogyha nem edz. Na most Stafford edz. Oké. És ennek ellenére meggyógyult. Hát a Rams orvosi stábban halott csodák történnek, megmondom neked. Szóval ennyi erővel akár játszhatna Wolford is, mert most beüti valamiért, ha meggyógyítják egyből. De nem játszik, Perkins játszik. Jó volt amúgy a Perkins tavaly, most idén megint jó lesz valószínűleg. Hát neki van a legjobb lába. Mindegyik közül itt a Staffordot is felül tudja múlni. Megmutatja akkor. Szaladjál, Perkins. Oly, de jó mész. De ilyen játékosokkal játszik együtt, mint ugye Funk. Tekla kedvenc running back-je, ugye? Terrapinsba focizott. Vagy Koski, vagy a Landon Akers. Tehát olyan, mintha külön csapat lenne. Tehát aki tét meccsen pályára léphetne a Ramsbe, hát véletlen sem lép itt. És lényegében nincs átfedés soha ezek között. Tavaly is játszottak preseasonban ezek a Koski, meg a Funk, meg az Akers, és akkor ott vége volt. Kezdődik a tétmérkőzés, és akkor egy totál más 53-at betolnak. Jó, mondjuk van átfedés, mert Logan Bruce focizik, tehát a jobboldali guard, akit én kezdőbe várok, ugye Logan Bruce, ő fent van a pályán, mert ugyanaz él, mint ugye Zion Johnson esetében, még életedben nem játszott a NFL meccset, hát akkor játszál most, de hát nem örül neki McVay, hogy be kell szoktatni, mert még megsérülnél. Funk fut mögötte, vagy éppen valaki más mögött, az már mindegy. Elvétve azért találunk olyan védőket is, aki azért majd lesz tétmeccsen a pályán, hát Asante Samuel, vagy Reader, ugye a linebacker sorban, ők fent vannak a Chargers defense-ben. Hát mert még egyik fiatal, a másik meg frissen jött, de azt nem értem, hogy a Reader miért. Gyakorolja a jeleket? Rampf, szek az, ami itt a mérkőzésen fontos momentum. Harmadik és hétre lezárja Chris Rampf, úgyhogy pont lesz belőle. Ugye a Chargersnél harmadik számú pass rusher, hát az még hogy talán megvan, negyedik helyre Rampf az, akit be lehet írni, tehát ő azért rotációs emberként ott lesz, mindenképpen bíztató, hogy jó formában van, de hát ha Bosa meg nem akar lemenni, úgysem ennek le soha. Daniel a legkisebb nyomásra is már szabadul a labdától, hát ki hibáztatná. Így egy gyors three-and-out-tal jön a császártöltés. J.K. Scott most a panterük, kérem szépen. Ugye Green Bay-ben azt mondták neki, hogy ez elég volt, kevés ide. Chargersnél elfogadják, szóval visszatér a playoffba J.K., hogy érzed? Super Bowl-ban majd megbosszulja őket. Meg Caccheon indul, ugye Ramsnek az elkapója. Nem draftolták meg Caccheont. Montana State Power. Asante Samuel nem bír vele. Tehát ez az információ jellegű, itt van elsőkörös corner, már az apja is NFL-ben játszott aránylag sokat, legjobban képzett cornerback mindenki közül. Szembeáll vele a nagy darab Montana State elkapó Lance McCutcheon, és akkor így széttárja a karját, hogy vele mit csinálja a köreg. Megpróbálja szabálytalanul kitolni, az sikerül. Oké, zászló természetesen érkezik. Mismatch. Asante Samuel úgy érzi, hogy figyelj, hátrányban vagyok, én nem vagyok olyan tehetséges, mint ez a csávat, ez a Montana State-be játszott, most mit csináljak vele?
Rampf, tekül for loss. Hát ebbe lehet bízni, hogy hát a fal megoldja, ugye, csak ne jöjjön a labda megkacsom felé. Rampf nagyot megy. Kinyírja a drive-okat, halad Chris Rampf. Utoljára Duke-ba volt ilyen. Mondjuk ezen a meccsen nem kell sok, hogy kinyíródjon egy drive egy preseason meccsen, de végül is még azért kell dolgozni rajta. Bobby Brown sack, ő meg a Rams-be van védőfalban. Chargers 5-ösén becsomagolja kis darab irányítót. Donald helyére pályázik, valószínűleg azt mondja, hogy figyelj, ebbe az évbe kész, kiszorítom a kezdőből. Hát ennyi alapján valószínűleg így lesz. Josh Palmer felé 4 célba vétel, 0 elkapás. Többet nem próbálkoznak felé, úgyhogy ezt most mondom be. Darion Kendrick üti le a labdát, hát ugye az a nincs baj, előrefele jól védekezik ez a Kendrick, csak a háta mögött oda ne menjen labda. Safety-t megúszta a Chargers, hát ez lenne itt a fő. Leonard nevű, hát most éppen Gunnert játszó ember, amúgy cornerback újonc, szereli a returnert, na hát az jó, igen, csak a labda érkezése előtt. Tehát ott mutogatná, hogy hát legyen ferkecs, vagy ne legyen, bum. Ja, hát ez kicsit korán volt, fiú. Rövid pálya, hát ér 47 yard, az rövidnek számít, amúgy 100-at kellene menni. Perkins-szel 3 töltési ütközik egymás után, de áll tovább, tehát maga is meglepődik, jön egy védő, bum, még egy, ha még mindig állok, hát akkor előrefele szalad. Újabb bravúros megoldás, first down fut belőle. Ilyen látványos menekülésre senki nem számított itt az egész fordulóban. Utána meg 4 downon futnak, 10 yard jön belőle, az pont elég. Egy Perkins-Hopkins összjáték, hát ebből is láttunk már eleget 2021-ben, vagy ahogy arrafele mondják, Bryce to Bryson, mert hogy így hívják őket. Ez legalább olyan legendás, mint a Manning to Manningham. Ugye? Tehát a Super Bowl a közös halmaz, ugye? Mind a ketten bejutnak. Ki tesz hozzá többet? Rövid yardosokat, hát azokat megoldja Perkins, akár a lábával, főleg a vörös zónában. Hát a vörös zónában az irányító futóvá válik, ahogy az John Madden megmondta. Egy yardos TD kell, azt AJ Rose nevű running back írhatja be magának. Pedig találkoztak vele, már a golvonal előtt a védők, de hát úgy döntött, ettől függetlenül azért be lehet érinteni. 7-7. Danielék egy villámlátogatással jelentkeznek, na hát érted, nem azért, mert a karjára az van rajzolva. Nem érzi ezeket a fiúkat sajnos, Chase Daniel. Hát edzésen mi történhet akkor, mert kivel lehetsz összhangban, Chase? Vagy csak kártyáztok? Az benne van, érted, Herbert a kezdő, Danielék, kettes csapat a másik pályára menjen. Jól van, fiúk, akkor hoztatok kártyát. Perkins 60-ról bever egy touchdown-t, kérem szépen, hát ekközben a másik oldalon. Összhang hiánya? Semmi, maximálisan megvan. McCutcheon-nak, Montana State baby, megdobja neki, ez a Leonard nevű lecsúszik róla, majd, ahogy feltápászkodna a corner, jön a safety, és megüti a cornert. Ez meg a JT Woods volt, akit ledraftoltak harmadik körben, hogy free safety legyen a Baylorból. Jó volt a megoldás olyan szempontból, hogy besegített. Látja, hogy a corner bajban van, jön és ütközik. Csak ne a cornerrel baszott, hanem az ellenféllel. Úgyhogy McCutcheon. Hát ezt most megcsináltak egyetlenül. Azért, aki a Montana State-ben jó volt, annak az NFL az kis ujjában van. 3. és 7. Hát nem tisztelik a Danielnek a lábát. Megcsinálja a földön Chase Daniel. Előtte nem tisztelték a karját, ugye, hát beverte 40-ről, most nem tisztelték, ha megszaladja. 20-valahány yardos nyargalás Danieltől. Ő ugye elég nagy bútornak számít, mert 2009-es drafton választották, nem választották ki, arra jelentkezett, de UDFA volt. 2009-es draftról már csak ő van a ligában, meg Stafford, Meg még egy Brian Hoyer, őt se draftolták egyébként, szóval. Hát mennyivel jobban jártak volna. Azon gondolkodtam, hogy akiket draftoltak, azok közül ki volt, aki még utoljára pályára lépett a Staffordon kívül, mert hát ezek már marha régen kikoptak, hallod. Ilyenek voltak, mint Sanchez, Josh Freeman, Patrick White, hát imádtam Patrick White-ot, egyszer majd beszélek róla. Valami Steven McGee, Bomar, hát őt is, hát a Sam Houstonból, Bomar, Nate Davis, Ball State, Brent Stater, Fresno,
Teal, Rutgers, null. Fú, a null. Null, azt hiszem, hogy harmadosztályban, St. Louisban volt kezdő. Curtis Painter, hát Jenny, és Edelman, akit beleszámíthatunk, ugye. Szóval ezek a csávók voltak, akik 2009-ben irányítóként kilettek választva. A Bezzeg, hát a Chase Daniel nem volt kiválasztva, ugye, meg kicsi, meg gyenge. Hát ahhoz képest azért lett pénze. Aztán még mindig a ligában van, meg itt is fog maradni, érted. Meg ahol jör is, hát arra nem vagyok teljesen biztos, hogy tovább húzza, de hát hallod, ezek már 5-6-7 éve nem játszanak legalább, aztán a Daniel meg boldogan el van. Tudunk róla beszélgetni. Mi van a meccsen? Bejön Isaiah Spiller. 4 futás, 14 yard, és aztán Bendy kap labdát. Bendy a San Diego-i egyetemre járt, tehát álmai folytatódnak. Nem annyira, mert nem helyi, tehát ő Anaheimban született, de hát most mindegy. San Diego-i egyetemről, San Diego Chargers. 2 percen belül kapja a labdákat Bendy. Nem Bendy Nucci, az más. Második elkapása touchdown-t is jelent a Chargersnek. Egy ilyen fake cross után elkapar a védő, kapja ballont és aztán begyújtja. Repül a granulátum mindenhova, ahogy ott próbálna visszakapaszkodni a irányváltás után a cornerback, de hát nincs remény. Nagy meccs, szünet. Ennek a Calaisnak nevét ezt ritkán mondom, pedig sok labdát kap, tehát van bőven használata. Egy Rams futóról van szó. Néha Calaisnak mondják, néha Calaisnak. Ugye, tudom, hogy a franciák hogy mondják, hogy nincs a végén az S, de Calais Campbellnél meg szokták mondani, de hogyha az Arkansasnak a végén sem mondják az S-t, szóval inkább ne legyen a pályán, mert csak összezavarodok, ugye. Aránylag sokat adják a kezébe a labdát, minimális haszonnal egyébként, de most már azért elmondom. McCutcheon, 3. és 5, természetesen megvan. Face mask, aztán scrambling, ilyen first down-ok jönnek. Érik a pontszerzés, tehát ezekből azért látszódik a tudatos futball. Ívelés előre Woods interception-t jegyez, hát ebbe azért jobb a keze, mint ahogy szerel. De Sebastian lökte meg Kacseont. Hát, hogyha nem lökte volna, akkor TD. Tehát ez a lehetősége van ennek a Sebastian gyereknek, hogy hát vagy engedem a TD-t, ugye, vagy szabálytalankodok az endzone-ban. Hát akkor a kisebbik rosszat választotta. Észrevették a sasszeműek. Számolgassunk már, mert McCutcheon óriásit játszik. Ugye a Ramsben, hát a kezdőcsapatot azt tudod, ugye Cooper Kupp, Allen Robinson, Van Jefferson, de mögötte azért ott van a Jacob Harris, akit draftoltak tavaly, csak lesérült, ott van a Tutu Atwell, akit szintén draftoltak tavaly, csak lesérült, meg hát ott van Skowronek. És hát Skowronek akkor a bútor nem is játszik preszezonban, ne viccelj, tehát ez marha sok ember, tehát ez 7 ember. És 8. még beférne meg McCutcheon? Nincs felőle kétségem, hogy ő jobb játékos, mint a Skowronek, vagy a Tutu Atwell. Vagy várjál, még ott van a Pavel is, aki meg visszahordó. De jó, a visszahordás azért lehet pótolni, már bocsánat Brandon Paveltől. Szóval az úgy jön ki, ez a nagyon sok. Hát azért Harris meg kell tartani. Nem könnyű, érted, de McCutcheon valahol focizni fog. Nem biztos, hogy a Ramsbe, hogyha gyakorló csapatba jut. De őszintén szólva, hogy az, ami itt történik, az nem azt jelenti, hogy az NFL-ben is király lesz, mert itt a legjobb játékos a pályán lesz McCutcheon, ezt mindenki tudja. De azt azért valószínűleg eddig is sejthettük, hogy egy ilyen random power 5-os cornerback az nem tud vele mit csinálni. Mert itt van ez a Sebastian, aki a Boston College-ba játszott, vagy előtte ott van az a Leonard, aki hát a Calgary Egyetemről ment, tehát a Mississippi Egyetemre, szóval nem szupersztár kaliberek, tehát itt nem arról van szó. Jó, nyilván az S&T Samuel egyszer megszenvedett ellene, de nem ő fogja egész nap, hanem ilyen gyakorló csapatba vágyok. És hát McCutcheon nyilván jó volt a Montana State-ben, az azt jelenti, hogy itt egyetemi szinten kiemelkedő játékos. Hát tavaly majdnem 1000 yardja volt, úgyhogy meccsenként passzoltak 10-et. Úgyhogy ez sejthető volt, hogy itt azért lesznek momentumai. Az durva, hogy ilyen sok van egyébként, de hát megnézném jobbak ellen. Majd fogalmam sincs, kivel játszik a Rams legközelebb, de hát majd hát, ha azok beállítanak jobbakat. Mert ezeket megeszik kenyérrel, tehát azt azért mindannyian látjuk. Végülis akkor meghúzzák, zászló, egyesre a labda, Perkins befut az egyesről.
Két pontos variáció, na lássuk, McCutcheont kifogja. Hát már megint ez a Leonard. Szerinted megakadályozza, elüti a labdát? Kihívást jelent? De hogy is belefekszik a sárba, McCutcheon meg leszedi mellőle. Kilökte a fenébe, karját kiteszi, nem tud hozzáférni. Ennyi volt. 6-2 magasam, ugye McCutcheon meg 209 font, vagy valami ilyesmi, szóval. Azért nem egy Megatron, de azért van teste. 22-14 ezzel az állás. Szegény Leonard, hallod, ő kanadai egyetemi ligában játszott. Tudjátok, milyen kevés csapat van ott? Mert ugye az FBS-ben van 130, FCS-ben 130, kanadai élvonalban van összesen 27. Hát az milyen könnyű követni, bazd meg. Hát irigylem őket, akik ott élnek. Stick ideje következik. Chargers harmadik irányítója, Easton Stick. Jó régóta már. Tudjátok, hogy a Sticknek college mérlege mennyi? Kezdő irányítóként? 49-3. Ugye olykor kikapott. Easton, milyen érzés kikapni? Hát a fene emlékszik már. Négyszeres bajnok, amúgy a gyerek a másodosztályban. Nem mindig volt kezdő, tehát a 49-3 az azt jelenti, hogy az... Az három meccs vagy... 2016-ban nem... Ja. Szóval egyszer nem volt bajnok. Az 5 év alatt még oda járt. Hát öreg, ott mi történt veletek? Elmenedzselgeti Stick... Negyedik és rövidre, ott megjön a Horváth Sanyi. Játszott Horváth Sanyi, megvan belőle a first down. Hát, miért mondom? Negyedik és rövidre vajon megcsinálja? Megcsinálja Zender. Isaiah Spiller etetését tudjuk nézni. Nem olyan látvány etetés, mert ilyen kevés yardokat csinál nagyjából, de pályán tudnak maradni. Bendy elkapja pontatlan paszt, amit Stick indítana. Levegős yardokban bőven jobb a Chargers eddig, ugye, tehát az kijön a számokban. Sage Surratt, hát most mit játszik ő? Surrattnek sosincs posztja, érted? Volt quarterback, wide receiver, ja ő wide receiver volt, csak a bátyja volt linebacker, quarterback. Sage Surratt 41-essel, elvileg tight end, kap egy labdát, hát ő atléta, így mondanám a Surratt testvéreket, tehát azok is hogy néznek ki. Már a 3 yardosig lépdel Chargersben, onnan befut Easton Stick. Próbálom azért nagyjából képbehozni az embereket, titeket, hogy ki kicsoda, de most a Surrattben nem megyek bele, halad, mert az megint egy hosszabb téma lenne. Lényeg az, hogy előkészíti, és Stick beszaladt közelről, aki az egyetemen mindig győzött. Két pontosra rá kell menni, mert az előbb ráment a Rams is indokolatlanul. Kempmuyer irányába megy a labda, aki tight end megfogja. Látod? Kempmuyer nem csak azért van itt a campben, hogy molyoljon, hanem ő konkrétan dolgozik. Ő meg Oregonban volt a csapattársa Herbinek, úgyhogy lehet, hogy haverok és még ezért be tudja kicsit szervezni. Bár Herbie nem szól bele a menedzsment munkájába, hát nem az ő dolga. Ő csak a quarterback, érted? Ő csak dolgozni jár be, neki mindegy, mit hívnak. 22-22. Rams jön, harmadik downokat megoldják, nem annyira látványos, de megoldják. Tremmel nevű wide receiver kerül elő, itt a helyi Bendy, másik oldali Bendy, mert mind a kettő helyi, hát mind a kettő Los Angelesben lakik. Nem könnyű ebbe a párosításban. Háromszor is haladnak annak köszönhetően, hogy Tremmelnél van a labda, hát ő egy leendő wide receiver edző. Tehát itt azért tudjuk, hogy McVay van, akiket leigazol, azok később majd kiváló egyetemi edzők lesznek, vagy pozíciós edzők. 11-esről egy wide receivernek passzol Perkins, nem wide receiver edzőnek, hanem egy olyan játékosnak, aki elkapó marad, úgy hívják, hogy Lance McCutcheon. Touchdown szerez. Seabass sajnos reménytelen, hogy mit csináljon tehát. Beáll elé, kész. Nincs visszaút. És utána egy extra pont rúgás, tehát csak egyes, touchdown plusz egyes. Stick próbálna Bendynek egy 75 yardos touchdown-t összerakni, de elmarad. Kevés hiányzott, hány yard lett? Nulla lett, de hogyha sikerült volna, akkor nincs messze ugye a célterület, így hogy nem jött össze, így maradnak akkor a nullán. Ernest Brown a negyedik, az aki szekket jegyez harmadik kísérletre, kár volt belehoznom a negyediket. Ő volt az előbb is, összekevertem a Bobby Brown-nal, aki a Donald helyére pályázik, de mindegy, mind a ketten pályáznak. Valószínűleg mind a kettő kiszorítja majd. Three and out.
4 perc, 36 másodperc, az még elég idő Lance McCutcheon újabb elkapására, de hát nem first down. Csalódás, és Perkins is hiába improvizál, végül is utolérik a védők. Pont vissza. Na Brandon Staley, most már olyat kérnénk, amit te nem szoktál, de most már hátrányba vagytok, utolsó támadás, próbáljatok már meg 4 downon támadni. Nem a kenyered, de hát ha majd most. Time management az hát nem mindig mintaszerű, bár itt ugye a G kerettel nem tudom, hogy ez mennyire elvárható, vannak benne szomorú dolgok, de Bendivel tudnak menni szörettel, Joe Reed hozzáér, Lady Brown ugye a futójátékos, ilyenkor amikor sietni kell, meg kell fogni a labdát a futónak, akkor már nem a Spiller van bent, ez is azért beszédes. Van erre ember a Chargersnek más? Talán van, nincs haja. Offensive line az ilyen határérték holdingokkal próbál segíteni, de Bendy már a 10-esen jár, ugyanakkor túlfut a labdán, testéről még nem ér le a földre, és végül is elszedi onnan Izom nevű cornerback, Izom elszedi, interception, beírják, vége. Ölelkezés, mindenki nagyon szereti a másikat ebben a párosításban, úgyhogy játszottak kiváló edzőmérkőzést, MVP címet oda tudjuk adni Lance McCutcheonnak, de egyébként a irányító fiúk sem voltak olyan förtelmesek, mint egyik másik meccsen, úgyhogy egy szórakoztató mérkőzés hoztak össze ahhoz képest, hogy túl sok sztár potenciál az nem volt a gyepen. És akkor záró mérkőzés időrendben, és itt a csatornán is a Raiders és a Vikings találkozója. Lehetett tudni, Kirk kapitány Covid-dal küzd, úgyhogy kezdőben nem lesz ott. Innentől kezdve tudtam, hogy a Mannion élményt kapjuk, úgyhogy hát ez bőven ráír a végén megnéznem. Egyik legkevésbé torelárt játékosom a ligában az Sean Mannion. Nehezen tudok a stílusával mit kezdeni. És rögtön kezdjük vele. Halljátok azt, hogy van? Láttam egy grafikát. Sean Mannionnak életében, tudjátok, hogy hány touchdown passza van az NFL-ben? Egy. Jó, hát ez reális. És odaírják nekem, hogy kezdő játékosként, mert volt ő kezdő, a mérlege 3-0. 14 meccsen játszott valaha, és kezdőként 3-at mindet megnyerték. Úgyhogy volt egy touchdown passza, ez igaz? Olyan jó hangzik, nem járok utána inkább. Nézzük a mérkőzést. Ichmir Smith-Marset, aki visszahordja a kirúgást, az nem érvényes, hiába szaladt vele vissza. Special team szabálytalanság, hát borzasztó ritka ugye ebben a sportban. Támadó falban vannak kezdők, itt is erről tudok beszélni. Illetve Osborne, aki az első first down szerzi, hát ő is félig meddig kezdő, hogyha a slot VR-t annak számítjuk. Harmadik és 6. Klasszikus Mannion, tehát mondom, 3. és 6, tehát azt meg kellene csinálni. 3 yardot passzol, úgyhogy a wide receivernek vissza kell nyúlni a hátam mögé, meg kicsit visszafele jött. Hát nyilván elkapja a védő. Pont. Visszahordó Darius Philipsen elrontanak szereléseket. Az első elrontja, utána amely tovább, szóval azzal segített magán, hogy bekerüljön a kezdőbe. Korábban hosszú kihagyással küzdő Darius Philips. Stidham jön a Raidersben, szóval kár nyilván nem áll be. Stidham áll be. 3. és 9 összejön. Keelan Cole-nak passzolta. Jaj, kivágták a Darius, DeMarcus Robinsont. Azt hallottátok? Nos, ez olyan szempontból jó hír, hogy én örülök annak, hogyha igazságszolgáltatás van, és a rossz játékosok nem maradnak keretben, mint amilyen ez a DeMarcus Robinson. Nyilván van benne szerepe, hogy itt most a Keelan Cole jól megy. Na de hát itt a következő félelmem, hogy Andy Reid visszahívja minimál bérér, aztán majd beáll a Chiefsbe. Halljátok, az a csáva, vigyázni kell vele. Mert nem csak a Cole, hanem egyébként a McHollins itt villan, tehát itt aki versenyben van, a wide receiver, hát nem tudom, 3. helyért, az mindannyian villannak. Lefutja a linebackert McHollins, azért az elvárható labdával. Vikings defense-ben azért látok játékosokat, Jordan Hicks-et, linebacker poszton látom a Harrison Phillips-et, ők azért fognak játszani tétmérkőzésen is, és itt is találkoznak azért
a emberrel akció közelben vannak. Stidham szívesen mozog, tehát főleg Hall of Fame meccsen volt egy futott touchdownja, tehát megjött a kedve, nagy kedvel indul előre, de nem áll jól neki, tehát annyira nem elég jó. Baker Mayfield valószínűleg felbíztatta. Mert ugye meghívta Hall of Fame meccs után rejtett atletikus irányítók klubjába, Jared, én szerintem megpróbálnám lerázni őket többször. Úgyhogy megpróbálja, hát van belőle baj. Zamir White és Drake azok, akik futnak, tehát a Jacobsot most már nem, rakják be, mert csak a baj volt múltkor belőle. Vörös zónába bejutnak, ott egy stop táblát mutat az ellenfél, 3-0 az állás, Carson betalál. Reméljük, hogy a Mike Zimmer nem nézi, ugye, mert ő volt a Vikingsnak az edzője, Carson volt a játékos, a kapu mellé rugdosta a labdákat. Átment a Raidersbe, kapuba rugdossa, úgyhogy rossz kapcsolatuk lehet. Sean Mannion előrefele dobja a labdát. Talán először karrierje folyamán? Jayon Brown belerüt. Aj, hát akkor ez egy kár volt. 3. és 8, blitzelik, szek. Végülis Kunz fejezi be, de hát sokan ott voltak. Ryan Wright nevű panter van a Minnesota-ban, messzáma 66-os. Most, hogy átvariálták, ugye, hogy mindenki játszott mindegyikbe, sován gyerekek akarnak egy számjegyűbe játszani, hát a vége az lesz, hogy a panternek marad majd itt a támadó falszám. Itt az első jele. Mindegy, ők szívesen bármit felhúznak, ugye, hát a panter nem díva. Mindegy, neki ad ide 66-os, nem? Igazad van, Ryan, szurkolok neked. Andrew Booth, jól van. Ugye a második körbe választott cornerről van szó, Vikings vitte el. Egyesek szerint, hogyha egészséges lett volna a felmérők alatt, akkor első körben vitték volna. De így, hogy kétséges volt, hogy felépül-e egyáltalán szeptemberre, így lecsúszott. Hát kérdésében felépült, mert fenn van a pályán, és hát játékra alkalmas nyilván, különben nem lenne preszezon meccsen sem a akció közelben. Fent van Andrew Booth, Tyron Johnsonnal találkozik. Egy comeback útvonalat fut Tyron Johnson. Defense pass interference Andrew Booth részéről. Elkapja a labdát Tyron Johnson ennek ellenére, majd amikor elkapta, meghúzza rácsát. Tehát kevés rossz dolog történhet veled, de azt így összekombinálja. Ebben az egy playben Andrew Booth soha többet nem látjuk. Mindent beírnak szabálytalanságnak, öreg, összeadjuk ezeket a szabálytalanságokat. 74 yardot tudnak haladni ezzel a Las Vegasiak. Hirtelen már azt akartam mondani, hogy Oakland, nem tudom, hogy mire jutott eszembe. Vörös zónába leteszik a labdát. 3. és 2. Kenyon Drake-nek kellene bizonyítani. Az ez megdeni ezt nagy szemét. Mindig azt mondja Drake-nek, hogy Drake, figyelj már. Izomból belül fussál. Mert mindannyian tudjuk, hogy Drake-nek az a erőssége, hogy ott táncol a szélen, Reggie Bush módjára, és hát megdeni ezt próbálja kellemetlen helyzetbe hozni, hogy kiderüljön róla, hogy nem elég ügyes. 3. és 2. erőből belül, rövid. 4. sikerül. Hát akkor bizonyított, komplett csomag kenyai. Stidham, scramblingből touchdown. Na látod, ez kinek köszönhető? Hát ez a mély Baker Mayfieldnek. Megmondta neki, hogy Jared, nyugodtan használd ki, jobb atléta vagy ezeknél. Befut újra. 10-0. Azért újra, mert a Jacksonville ellen is befutott. Hát ez egy szuperliga csapat, tehát azért mégiscsak Raiders, ők szuperligába indulnak. Nem konferencia liga. Ichmir Smith-Marsettnél dadog a labda, de elkap egyet, amivel haladnak előre. Lehet, hogy ő is dadogott, miközben beszélni akar, de hát a labda is. Arról nincs információ. Kenny Nwangwu könnyebben megfogja a labdát, az biztos. Olabisi Johnsonnak pedig egy play action gránát Sean Mannion-tól. Ugye ezt megszokhattuk, hogy egy play actionből azért lehet pálya távolabbi pontjára is lőni, akkor is, hogyha egy ilyen konzervatívabb irányítóval dolgozol, ez megtörténik, O'Connell behívja, Sean Mannion megmutatja a labdát, visszahúzza, meglövi, 9 yard, hallod, még first down se, hát arra lett behívva a play, bazd meg, hogy legalább egyszer haladjatok valamit, de ezt is a sárga vonal mögé. Nem baj, majd ezután. Rollout, Davidsonnak bejutnak a 10-esen belülre. Higgadtan játszik amúgy Sean Mannion, tehát az tény. Nem az a fajta játékos, aki bármikor izgalomba hozna, vagy aki bármikor elizgulna egy mérkőzést,
megpasszolja, amit elé raknak, és nagyjából ennyi, tehát a szegény ember Kirk Cousins, nagy haverok állítólag, azonosképpen gondolkodnak a futballról, de hát azért a Manionhoz képest, ne haragudjál, de Kirk kapitány, felüdülés lenne. Harmadik és gól. Felnéz Sean Mannion, eltelik egy másodperc, látja, hogy jó, nincs senki, kérdés nélkül kidobja a kapun túlra. Tehát, hogy azt, hogy ő most hosszabbítsa a játékot, még ilyenek, ha hagyjad őt, nem azért fizetik. Azért fizetik, hogy átvegye, és hogyha addigra nem üres az elkapó, akkor kap be üreget, akkor te hibád, akkor nem kapsz labdát, jó, a field goal. Nem szeretem ezt nézni, de nem csalódok legalább. Field goal közelről, hát azt nagyon szeretem. Bemegy 3-10. Stidham kétszer is ügyesen elkerüli a szekket, de hát egyéb reménye nem lehet. Harmadikra elkapják Patrick Jones-ék. Hát az a drive az arról szólt, hogy na hányszor tudsz még elmenekülni? Hát háromból kétszer, ugye? De egyszer meg szek, pont. AJ Cole, nagyon hosszú pont. Ikmir Smith-Marset, hátrafele dadog neki a labda. Ha Smith-Marsetnél rosszabb kezű játékos nem sok van. De mindegy, gyors. Ugye? Hát gyors. Az nem számít akkor, megbírod-e fogni, vagy nem. Hátra pattintja a labdát a 16-osig Smith-Marset, mint pantiturner. Csak érted? Alapvetően nem bírod megfogni, és még visszahordásban akarnak használni, az nekem elég kockázatos. Ez az úgynevezett Simba-Webster effekt. Sok sikert kívánok. Na, Kellen Mond bejön, oda nézzél. Első fél idő, és már jön Kellen Mond. Hát én már felkészültem, itt végignézzük a Mannion-t az elsőbe, meg akkor a harmadik negyedbe is. A Zimmernél biztos úgy lett volna, de itt van Kellen Mond, másodéves. Tavalyi harmadik körös, ugye? Hosszú pályát kap, hát nyilván itt a szerencsétlenkedés miatt. Nwangwu-nak jön egy elkapott first down, Ty Chandler beáll, neki futottak vannak, több alkalommal is futott first down-nal jelentkezik Ty Chandler. Ő egy jó kis running back volt a North Carolina-ban, megmondom neked. Hogy itt hogy fog a pályára kerülni, azt nem tudom, de hát mindegy. Vikingsnak a csere támadó fala pusztít, hallod. Ez hogy a fenébe van? Hát a kezdőknek ez soha nem sikerül, ugye, de itt bejönnek csere támadófal, aztán félredobálnak mindenkit a Ty Chandler elől. Ja, jól van, akkor kicsit gondolkozzon el a Las Vegas. Kellen Mondnak is azért van sikere, Tristan Jackson nevű embert megtalálja középen egyedül, de igazából ez csak egy ilyen dísz, hogy jó, hát beívunk egy passzjátékot igazából, de hát tök mindegy, mert ha azt akarná a Vikings, 99 yardot végig tudna menni csak futással. Annyira dominánsan játszanak a gárdok, megőrülök. 5 wide receiverrel felállnak. De érted, miért derogál a futott TD? Azt mondjátok. Hát most ha minek gyakoroljuk, ha úgyis bemenne, annak nincs értéke. Gyakoroljuk a nehezet, gondolja O'Connell. Együtt tudok élni ezzel a mentalitással. Akkor ahelyett, hogy könnyű TD lenne a földön, azt mondják 5 wide receiver, és akkor egy scrambling jön a Kellen Mondtól, még rohangál, még hosszabbítja, még, de nincs ember. Úgyhogy akkor elhajítja, kész. Csak field goal, 23-ról bemegy. 6-10. Másfél perc marad, Las Vegas csak illegál kontakt miatt marad a pályán, de hát az se röffenti be a drive-ot. Holding van, sack van, támadó fal szenvedés van, úgyhogy pont, utána szünet. Nick Mullens jön a Raidersbe föl. Hát muszájból ilyen quick game-et játszanak, nem azért, mert a McDaniels azt szereti, hanem mert itt nem olyan jó a támadófal munka. Eleve, hogy a kezdők miatt is már fosunk, de itt a cseréktől meg mit várunk, ugye? Semmit nem érnek vele, mert gyorsan pant, de 12 viking áll be. Hát akkor maradtok a pályán. Majd a Leatherwood segít. Hallod, ott van Leatherwood, második fél időben próbál magának játékidőt kicsiholni. Kellemetlen, de hát majd ő beáll, és akkor úgy lesz ideje passzolni a Mullensnek, majd a tight endet legfeljebb bevonja. Szóval ilyen dink and dunk játékkal próbálják, hogy ez megtörténjen. Egy egészen váratlan fordulattal, a semmiből DJ Turner nevű mitugrász csávó kap egy labdát 35 yardoson, kicselez mindenkit, kivág a forgalomból, le a szélre, vonal mellett még belül marad, és eléri egészen az endzont. Touchdown. 35-ről. Azok után, hogy itt sírt a labda, éppen csak haladtak, 3,1 yardot átlagolva, egyszer csak így hozzákerül ez a Turner gyerekhez, aki úgy dönt, hogy ezt most ő beviszi.
Oké, okay, hát Superliga. Igen, ez a különbség. Más sebességről beszélünk. Extra pont mellé. Ja, rendben. Ty Chandler, kickoff return, 56 yardos. Egy elpörgés után, úgyhogy hát mondom, dinamikus gyerek ez. Mond felével egy labdát. Sam Webb ráüt a wide receiver kezére. Jó védekezés Sam Webb-től. Webb az egyetemi harmadosztályba játszott, ugye a Missouri Western színeiben, szóval eléggé fekete lónak számít, ki tudja, hogy az mit ért a korábbi remeklés, de itt is most megleckészteti az elkapót. Kobek eléggé sokat babrál, ő egy running back, úgyhogy 4. és 5. kényszerül a csapata. Kiemeli Kellen Mond a labdát Csizena nevű embernek, 20 yard sikerül. Hát ha már Kobek van a pályán, meg a Csizena, akkor olyan sokat nem várhatunk szerintem ettől a támadó játéktól, de hát látod azért. Benne van. Bootleg akció, ahogy kiforog a zsebből Kellen Mond, fel tud gyorsítani, gólhelyzetbe hozza a csapatát, hát ő egy látható atléta. A touchdown pass is jön Albert Wilsonnak, aki rutinosan kifarolja a cornert, nem tud a slantből hozzáférni, jó ütemben jön a labda. 13-16-ra feljön a Vikings, hát újabb nagy meccs. Albert Wilson, Kellen Mond összjáték után, hát ezek azért már ismertebb arcok, mint a Kobek vagy a Csizena. Mondjuk ez főleg annak jó meccs, aki a kickoff return-t szereti, mert most a Walker az, aki a 40-esre viszi vissza. Walker? Hirtelen nem jut eszembe, hogy ez ki is volt. Hát rég volt már ez a mérkőzés. Robinson most kerül elő a gyepre. Mármint a kivágandó DeMarcus Robinson, korábbi KC játékos. Aránylag van idő, de hiába biztosítja ezt a támadó fal, nem tud elszakadni DeMarcus Robinson. Védő nyeri a párharcot. Bezzeg a DJ Turner. Ő mozgatja a láncot, tehát a touchdown után újra hallat magáról, nem adja fel, hogy bekerüljön a rotációba. Malens feje fölött elszáll egy snap, amivel én azt gondolnám, hogy vége a drive-nak, mert hát hiába vetődik rá, nagyon mélyen vannak, 3. és 24, de nincs vége a drive-nak. 23 yardos paszt elereszt Nick Malens, hát mondom, ki volt ez, aki ilyen ügyesen elkapta? De Marcus Robinson. Hát miért vágjátok ki akkor? Hát jó játszik a csávó, hát most kell kivágni, hát ennél sokkal szarabbul is játszott már, de most mondták azt, hogy menjen. 4. és 1 felhozza DeMarcus a csapatát. Célterületre egy... Ja, megcsinálják a 4. és 1-et. Aztán a célterületre egy löket a Tyron Johnsonnak. Kitakarja őt Boyd. Malens is használja a lábát. Hát nem csak Stidham. Malens nem akar lemaradni ebben a versenyben. Még a Carter se akar lemaradni. Walteré a vörös zóna. Szívesen használják ugye ezt az Austin Waltert. Már láttuk az előző meccsen is. Parhemék dolgoznak neki, tehát Parhem is ott van a támadó falban. Közepesen kínos, hogy volt néhány szenvedős drive, de touchdown az megjön. Walternek folyamatosan adják a kezébe, nem bírja benyújtani, hát akkor Britain Brown az, aki a 6 pontost szerzi. 23-13-ra elhúz a Raiders. Most Naylor az, aki kickoff returnbe bejön, nem értettem ezt a csávot, ezt minek draftolták. És hát ő is bubuzó visszahordásban, nem nagyon tudja megfogni. Sean Marion visszajön, halljátok szegény, Kellen Mond véletlen csinált egy touchdown-t, azonnal lehívják, bejön az öreg Marion. De csak hogy handoffokat adjon. Handoff ide, neked is, esetleg passza a futónak, screenből. 3. és 10-re, ez nem annyira kifizetődő ez a játék stílus, úgyhogy sajnos előrefele kellene dobni. Na most Marion nem dobja, ő inkább vár. Vár, szek. Jó, hát akkor ez lett volna pont. Turner egy jó punt returnnel jelentkezik. Mi az, hogy jó punt return? Az azt jelenti, hogy több mint 5 yard. Az már jónak számít, ez még bőven több mint 5 yard. El is kap labdát Turner, immár Garburstől, 4. irányítójú, 10 percet kap nagyjából Chase Garburst, hát amennyiben pályán vannak, azért defenseben nem áll be. Vannak hibák, van elejtett labda, van nyomás, engedélyezés, úgyhogy hát elég a field goal ebben a közegben, azért már annak is örülni kell itt a Z kerettel, kis mákkal,
Végülis 47 yardról betalál a Raiders. Újra mond. Na, akkor az előbb a Mannion szerintem csak valami WC szünet miatt kerülhetett pályára. Egy Myron Mitchell nevű embernek megy indítás, az felhúzza Kelemonnak a számait, sőt, kettő alkalommal is összejátszanak, úgyhogy a végére egész normálisan ki fog nézni. És végre a Naylor is csinál valamit. Las Vegas-i származású, szóval ha biztosít a rokonok előtt, szegi magát Naylor. Életében először történne meg vele. Veres zónába ér, Kelemond, sokkal komfortosabb, mint tavaly. Tehát ahogy is azt mondtuk erre a Kubiekre, ifjabb Kubiek, annyira azért nem hülye offense koordinátor, de a tehetséggondozás az abszolút nem működött, mert játékidőt sem kapott, meg edzésidőt sem a Kelemond. Bezzeg most ég és föld a különbség, tehát nem arról van szó, hogy ha felmegy a pályára, akkor nem találja a labdát se quarterback poszton, hanem egy aránylag tűrhető munkát végez. Kubek felé mondjuk eléggé önveszélyes labdát indít, amit akár egy szemfülesebb védő elvihetett volna, de gyorsan javít TD-vel. Tehát, hogyha van egy hibád, amit valahogy megúszol, utána rádobsz egy touchdown-t, általában meg tudják ezt bocsátani. Ezt Kelemond megteszi Albert Wilsonnak. Második touchdown. Hát az ez a veterán csávó, ez miért nincs a keretben már most? Mert valamikor júliusban íratták alá, 30 éves ugye Albert Wilson, volt ugye 2020-ban opt-out-tól, de hát egyébként ő azért tehetségesebb, mint ezek a másodéves, elsőéves practice squad szökevények. Úgyhogy nagy előny Kelemondnak, hogy együtt tud vele játszani, mert hát akkor a rutinnal azért könnyű megjátszani, aztán van, aki segítsen rajta. 20-26 az állás, hát nyilván a Vikings az mindig egy társadalom belül marad. Nem érdekes, hogy edzőmeccs, vagy az, hogy tétmeccs, azért ők mindig legalább 7 ponton belül vannak, és úgy kapnak ki. Brown lefuttatná a labdát, helyette fumble, de rá tudnak bukni még Ronis Grassujék, úgyhogy marad, így később elvégzi a munkát. Brittain Brown lefuttatja, vége van. Nyert a Raiders megint, úgyhogy Josh McDaniels tartja pozícióját, mint a év edzője. Ennyi alapján én azt gondolom, hogy ő fogja kapni. Megvoltak ezzel ugye a meccsek, és utána megvolt a keretszűkítés is. 90-ről 85-re, hát ott azért olyan nagy csodák nincsenek. Kisebb megoldások azért voltak, amik felkeltették az ember figyelmét. Én kettőt emelnék ki. Az egyik, aki nagyon meglepődtem, hogy a Denver kivágta Jamar Johnsont, aki szerintem egy egészen kiváló coverage safety, és az első meccsen is jól játszott, ugye? Tehát megnéztem a haladó statisztikákat, semmi baj nem volt vele. Tavalyi preszezonban kiváló volt, aktív keretbe soha nem került be, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vele mi van. Mert ilyenkor, hogyha valakit elvévelnek, hát az még lehet, hogy sérült és azért. Tehát ezt nem tudjuk, benne van nála is, úgyhogy nem szabad így felkapni a vizet. Még amikor elindítottam az adást, akkor nem láttam, hogy claimölte-e valaki. Előző defense koordinátor az most a Minnesotánál dolgozik, szóval még meg is van az átfedés, de ő nekem kellene, hogyha döntéshozó lennék, mindenképpen meg akarnám nézni csodálatos Jamar Johnson. Illetve még akin meglepődtem, az a Lonnie Johnson, másik Johnson, akit meg ugye a Chiefs elküldött, azok után, hogy még tavasszal cseréltek érte a Texans-szal. Bár Lonnie Johnson rossz volt a Texans-ban, legtöbb esetben, de hát ott mindenki rossz volt, még a Reed is, aztán itt már field goalt is berúgja. Szóval Lonnie Johnson-t kirakták, és utána a Titans megszerezte a waiverről, arról már van információ, tehát ő is egy ilyen safety cornerback hibrid, a fene tudja, mit akarnak vele játszani, a más nem special teamben. Lehet, hogy borzasztó volt az edzőtáborban, kinézem belőle, mert neki vannak nagyon mély pontjai, de egy ilyen hullámzó gyerek, lehet, hogy majd most a Tennessee-ben meg jó lesz. Egyébként is a Titans jól erősít, mert ugye a Gillespie-t is megszerezték a Raiders-től, szarér, húgyér, ő meg hát megint csak egy olyan játékos, nem értem, hogy lehet rosszul használni, miközben egy ébremhez meg ragaszkodnak a Vegas-iak. Szóval hát ennyi nagyjából, többiekre nem akarok kitérni, majd talán lesz egy végső keretszűkítéses adás valamikor, aztán ott majd végigmegyek, de hát így, hogy 16 csapatos, vagy 16 emberes a praktiszkod, hát mindenki tud maradni nagyjából, akinek egy kis haszna van. Akkor ez volt az első hét a preszezonban, ha minden jól megy, akkor vasárnap találkozunk legközelebb.
amikor is az egy pénteki, meg a három szombati meccsről fogok beszámolni. Ezek magyar időpont szerinti dátumok, úgyhogy most néhány nap pihenő, kicsit kifújjuk a levegőt, lehet felhozni magadat, ha esetleg kimaradt valami, aztán majd a hétvégén találkozunk ebben a témakörben. Legalábbis most ez a tervem. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, az összes adásra azért volt bőségesen, és külön köszönöm a pártoló tagoknak, akik segítik a csatorna működését rendíthetetlenül, és várlak titeket a folytatásra is természetesen. Aki még bírja itt a preszezon akciót, hát még lesz 2 hét, nem könnyű, de együtt talán sikerülni fog. Mára ennyi, szevasztok!